Köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, és nagy tisztelettel köszöntöm Rab Irént, az Ungerrel főszerkesztőjét. Szerbusz Irén! Én is köszöntöm a hallgatókat, és téged is, kedves Rita! Németországgal kapcsolatban fogunk beszélgetni most is, bár örülnék neki, kicsit tudnánk tágítani egyébként ezt a képet. Van még egy-két kérdés a tarsolyomba, hogyha kifogynánk a témából, bár azt nem gondolom, mert Németország bőven ad nekünk beszélgetni valót. Szeptember 1-én kezdődnek a tartományi választások, és ezzel kapcsolatban szeretnélek megkérdezni, hogy mi látszik most ezekből. Én azt olvastam, hogy eléggé pánikban vannak, és félnek attól, hogy az AfD jól fog szerepelni ezen a választáson. Te hogyan látod, vannak előrejelzések? Persze, hogy vannak előrejelzések, a legutóbbi ez a most vasárnapi, mert vasárnaponként van ilyen Sonntagsfrage, és akkor a 10-20 akárhány közvélemény kutatóból néhány mindig megkérdezi azt a számú lakosságot, amennyi egy reprezentatív mintavételhez kell, és akkor ezt közzéteszik. De mielőtt ebbe az egészbe belemennék, szeretnék egy történetet megosztani a hallgatókkal. Hát ha van, aki emlékszik rá, van, aki nem emlékszik. A türingiai választásokról van szó. Most is lesznek választások Türingiában szeptember 1-én. 2019-ben is voltak választások. Türingia az a tartomány, ahol nagyon erős volt a Linke. A Linke az a balok, ugye így lehetne fordítani, ez a kommunista utódpárt Németországban. 31%-on volt a 2019-ben, és az előző ciklusban is a tartományi miniszterelnököt, Bodo Ramelót ők adták. És 19-ben is 31%-ot ért el a Linke, mellette, vagy mögötte, fejfej mellett a CDU, tehát a kereszténydemokraták, ilyen 22% körül, és nagyjából ugyanennyi, talán egy eltéréssel az AfD, tehát ez a szélső jobboldalinak mondott jobboldali párt. Voltak még ott ilyen kevesen néhány százalék szocialista, zöld, meg liberális. Azért mesélem ilyen részletesen, mert mindenre rávilágít, ami Németországban történik. Ott akkor az előírások szerint, ugye hát megvolt a választás, megvoltak az eredmények, kormányt kellett alakítani, erre Ramelót kérték föl, de hát Ramelónak nem volt többsége. A CDU azt mondta, hogy ő sem a Linkével, tehát a kommunistákkal, sem az AfD-vel, tehát a nácikkal nem fog koalícióra lépni, nem támogatja őket. Most a CDU támogatása kellett volna ahhoz, hogy nyerjen, tehát miniszterelnök lehessen Ramelow. Megtartották a titkos választást első körben, tehát ezt már a parlamenten belül, megtartották a titkos választás második körben, az is eredménytelen volt, és akkor a harmadik rundénál, körnél kitalálták, hogy hát az FDP-ből, a szabad demokratákból, azok 5%-kal néhány képviselővel voltak jelen a tartományi parlamentben, hogy onnan egy Kemmerich nevű politikus induljon miniszterelnök jelöltnek, tehát hogy lehessen rászavazni. És ez a Kemmerich megnyerte a választást. Úgy nyerte meg, hogy a CDU rászavazott, mert egy FDP-sre csak rászavaz a CDU, a linkések is rászavaztak, de rászavazott az AfD is. Angela Merkel volt akkor a kancellár, és éppen Dél-Afrikába járt hivatalos úton, és elérkezett hozzá kicsit megkésve a választás eredményének a híre. Megkérdezték tőle ott egy sajtótájékoztatón, hogy most mi lesz, és hát sajnos ott a nyilvánosság előtt is elmondta, hogy ez így tarthatatlan, mert Németországban szélső jobboldali párttal nem lehet koalíciót kötni. És azonnal fölhívta a CDU-nak az akkori elnökét, ez volt az a kimondhatatlan nevű AKK, és azt mondta neki, hogy ezt a választást meg kell semmisíteni, és előről kell kezdeni. Na most egy demokratikus jogállamban élünk, aminek van egy miniszterelnöke, és aki egy párthoz tartozik, és ennek a pártnak van egy elnöke, aki nem ő.
Tehát ő, még hogyha ő lett volna a pártelnök, akkor talán azt mondom, hogy egy ilyen kicsi hézagnyit szólhatott volna a történetbe, de nem. Az lett a nóta vége, hogy egyrészt az AKK lemondott a pártelnöki tisztségéről, mert rájött arra, hogy ő csak ott egy bábú, de sokkal keményebb volt az, hogy a Kemmerich másnap visszalépett. Tehát úgy azt mondta, ez az FDP-s megválasztott miniszterelnök, hogy ő mégsem akar miniszterelnök lenni, és akkor azt mondták, hogy jó, hát ha nem is többségivel, de legyen a linkés. Na most nem tudom, ez mennyire volt követhető a hallgatóknak. A történethez hozzátartozik, volt folytatása. A folytatása az volt, hogy az AfD beperelte Merkelt az alkotmánybíróságon, mert hogy alkotmányellenesen cselekedett. Mielőtt lett volna, nem tudom, hogy volt-e egybeesés, de a tárgyalást megelőző héten Merkel meghívta a teljes alkotmánybíróságot a kancelláriai hivatalba vacsorára. És akkor ott vacsoráztak, vaterkáztak, nem találtak benne semmi rendkívüli, tehát hogy ő most akkor leitatná, lefizetné, megetetné az alkotmánybíróságnak a tagjait, hanem azt mondták, hogy ó, hát ezt minden évben szokta csinálni a kancellár, hogy most történetesen annak a tárgyalás megelőző héten, amikor őróla kell dönteni, hogy alkotmányellenesen cselekedette vagy sem, hát nincs összefüggés. Nem is ment el Merkel a tárgyalásait, el is vágnám a fonalat, mert nem is tudom, hogy végül is születette valaha ítélet, hogyha a dátumokat nézzük, ez 21 volt, és Merkel 21-ben, szeptemberben már nem indult a választásokon, tehát lehet, hogy nem akarták ilyen tisztességtelenül lezárni a karrierjét, nem tudom. Nem ez volt az egyetlen feljelentés ellene, mert az AfD a szakmányba jelentette föl különböző jogsértésekért, amit a migráció meg egyéb ügyekben elkövetett, és amivel megsértette az alkotmányos jogrendet. De ezekből soha nem lett semmi, hiszen Merkel, nem is tudom, 16 évig volt Németországnak a kancellárja. Ugye? Még egy pillanatra visszatérve a sztorihoz, ezt mindenképpen el akartam mondani, és hogy felfrissítsem az emlékezetemet, mondom, gyorsan megnézem a Wikipédiába, hogy mit írnak a 19-es választásokon. Hát nem írnak róla semmit. Tehát ha a hallgatók elolvassák, hogy mi van erre a Wikipédiában, tehát Türingia, Landtagwahlen 2019 és így tovább, annyi van csak, hogy egy napig volt ez a Kemmerich miniszterelnök, és utána visszalépett, mert hát maga is belátta, hogy támogatottsággal, többséggel a háta mögött ő nem tudná ezt a tartományt irányítani. De hogy Merkel beleszólt, hogy telefonált, hogy ebből milyen óriási botrány lett, arról egy büdös szó nincs, és hogyha az emberi emlékezet nem lenne, akkor nem emlékeznénk rá. Szerinted a németek emlékeznek rá? Kevesen. Tehát én, amikor nekem jó memóriám van, meg az ilyeneket meg szoktam jegyezni, és amikor előjövök vele, akkor hát megtörténik sokszor, hogy néznek rám, mint a moziban, mert nem tudják. Ugyanis úgy működik a német, a média világa is, hogy nem hallgatnak el semmit sem. Tehát amikor ez történt, akkor ez ott volt a sajtóba, az alkotmánybírósági vacsora is ott volt a sajtóba, egy pár napig. És utána eltűnik. Tehát ha te akkor olvastál újságot, ha akkor nézted a tévét, és ez megragadt a fejedbe, akkor emlékszel rá. De ha nem, akkor eszedbe se jut, hogy utána nézzél, hiszen nem tudod, hogy minek kellene utána nézned. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, így működik ez a kontraktos ügyben is, ugye ez, ami most történt. Ezt is úgy el fogják hallgatni, ki emlékszik már a Reisbürgerek letartóztatására, meg pedig a per az idén volt. Úgyhogy mondhatnék egy csomó mindent, de beszéljünk a választásokról. Tehát választások lesznek, ez nem két nagy tartomány, de mindenképpen jelentős tartomány, mert említsük meg mellé a harmadikat is, mert ott szeptember 22-én lesznek Brandenburgban, tehát mind a három kelet-német tartomány. Most kelet-német tartományok jelentősen különböznek a nyugat-németektől, az ott élő emberek, mert hogy ők tulajdonképpen egyik diktatúrából estek bele a másikba. Egyszer volt a zöld, ugye, vagy barna, most nem is tudom, barna volt, ugye, a náci.
Tehát a náci diktatúra, azt végig szenvedték, vagy végigcsinálták, plusz a háborút, és utána rájuk zúdult a kommunista diktatúra, és mikor feleszméltek a 1990-ben, és nagy hip-hip húrázás volt, utána kiderült, hogy hát ők bizony mostoha gyerekek, és azt hitték, hogy olyan lesz majd, mint a nyugatnémet rokonoknál, de hát nagyjából úgy bántak velük, mint ahogy Magyarországgal bántak a rendszerváltás után. Megvették az állami gyárakat, a nyugatnémet tehetős vállalkozók, és utána leépítették, és így tovább. Tehát mindenféle tekintetben, az infrastruktúrát tekintve, mindenben másodrendű polgárok. És valahogy ez nem megy le a torkukon egyre kevésbé, tehát nem véletlen, hogy az AfD, amelyik vissza, ez a párt, amelyik vissza akar térni, azt hirdeti, hogy Németország a németeké. Ebből az egész globalista, tőkeorientált, stb. Világból egy igazi német világot szeretnének, és hát, hogy ennek nagy a támogatottsága, egyre nagyobb. Na most azért félnek annyira, mint ahogy te a bevezetődben mondtad, hogy mi fog történni, mert hát az AfD 30%-on áll stabilan ezekben a tartományokban, szövetségi, tehát németországi szinten, ide kigyűjtöttem magamnak, ha megtalálom, olyan a mostani körkérdés szerint 16-19% között vannak, ez az ingadozás azért van, mert van olyan közvéleménykutató, amelyik azt akarja, hogy kevés legyen az AfD-re szavazás, van, amelyik meg azt akarja, hogy sok, és akkor a mintavétel az olyan körből történik, vagy pedig a mintaadók nem mernek mondjuk egy balos közvélemény, vagy egy jobbos, vagy egy balos közvélemény kutatónak úgy nyilatkozni, ahogy szeretnének. Tehát 16-19% között van, de ez mindenképpen a 3 évvel ezelőttihez képest, ez egy 7%-pontos növekedés. Ha ezt most tartományi szinten nézzük, mind a két tartományban 30% fölött, ezt hadd puskázzak, mert a számok azok nekem nagyon nem mennek. Tehát a 100 országban is 30-32% között áll az AfD, és Türingiában is 30%-on minden közvéleménykutató szerint, ami nagyon magas. Tehát az azt jelenti, hogy a lakosságnak az egyharmada az alternatívokat választaná, és itt az alternatív az nem azt jelenti, hogy valami jó balos kis változat, hanem azt jelenti, hogy ez Németországnak egy alternatív politikát kínáló párt. Ez a növekedés a 19-hez képest itt is sok, például Türingiában 7-8%-kal, tehát ugyanúgy, mint ahogy a szövetségi szinten, ugyanolyan nagyobb támogatottsággal bírnak. Na most akkor azt lehetne kérdezni, hogy hát akkor mi lesz? Ugye megkérdezhet, hogy félnek vagy nem félnek. Hát attól félt a politika, hogy ez a 30% ez több lesz. És ezért már jó előre beindította az AfD-vel szembeni suttogó propagandát, ez a had bélyegezzük meg, tehát fogjunk rá dolgokat, fasiszta, náci, tehát vannak ezek a jó kis negatív tartalmos, negatív konnotációjú jelzők, ezt mind rájuk lehet mondani. Elindították az Alkotmányvédelmi Hivatal a nemzetbiztonsági kockázatnak a lehetőségét, tényét velük szembe, tehát Türingiában például a második fokozatban van besorolva a párt, megfigyelik a tagjait, politikusait megfigyelik, és így tovább. Tehát ilyen nagyon súlyos dolgok történnek, ami azt hiszem, hogy a bevezető mesémből látszik, hogy egy jogállamban, egy olyan demokráciában, mint Németország, ez is belefér. Ezt, ha a szarkazmus nem érződött, akkor hozzáteszem, hogy ezt így értettem. Még ez a propagandához csak annyit, ugye, hogy a Funke Média csoportnak nyilatkozott egyébként a német rendőrszakszervezetnek az elnöke, és ő úgy fogalmazott, hogy szerinte súlyos biztonsági kockázatokkal és a rendőrség munkájára messze menő következményekkel járna az AfD tartományi kormányra kerülése,
illetve azt is elmondta, hogy többen kérték, hogy helyezzék át más tartományokba őket, hogyha ez megtörténik, tehát a rendvédelmi dolgozók közül, és azt is elmondta, hogy itt a tartományok közötti együttműködésre szerintem nem lenne jó hatással ez az ereje, ha egy ilyen eredmény születne. Már csak azért is kérdezem, hogy ez már a kampánynak a része ilyenkor? Ez biztos, hogy a kampány része, és én azon gondolkodtam, mikor ezt mondtad, mert ugye ez úgy hangzott, és te azt is vetted ki a rendőr szakszervezet vezetőjének a szavaival, hogy nagy bajok lesznek, hogyha az AfD nyer. De miért lesznek nagy bajok? Azért, mert a baloldal nem fogja tudni elviselni, hogy az AfD nyert, és ezért mindenféle tüntetésekre, atrocitásokra, erőszakos cselekedetekre lesz szükség. Hát gondold azt el, hogyha nyer egy párt, az nem fog balhét csinálni. Ha nyert, akkor az ő kezében van ugye a győztes kártya, és ő örül ennek. Azt csinálja a balhét, aki veszített. Aki be akarja bizonyítani azt, hogy de ő neki kellett volna, ezek biztos csaltak, ezek kockázatot jelentenek, és így tovább. Tehát az én számomra a rendőrszakszervezet vezetője mondokájának ez az olvasata. Tehát én ezt így azért nem akarnak, mert ott akkor folyamatos balhé lesz, és a rendőrök Németországban hát bizony nincsenek védelemben. Tehát ha arra gondolok, hogy megrugdossák őket, kővel dobálják, tehát ha van egy nagyobb tüntetés, és tüntetni a balosok szoktak egyébként, tehát az Antifa, meg a, mit tudom én, a kverek, ezek, akik odaragasztják magukat A környezetvédelmi céllal odaragasztják magukat az úttestre, tehát mit tudom én, ilyesmi, ezek erőszakosak. És mit akartam ebből mondani, hogy ki erőszakos meg, nem, hogy a rendőrök alatt nincsenek biztonságban, kővel dobálják őket, nekik van a vízágyú, ha van, de azt se lehet mindig bevetni, mert az elő van írva, hogy mi. És most azt képzeld el, most ha már itt a rendőrökre elmentünk egy pillanatra, és elnézést kérek, hogyha ide-oda ugrálok, tegnap vagy tegnap előtt a frankfurti pályaudvaron 3 lövéssel vagy akárhánnyal egy 53 éves férfi megölt egy 27 évest. Most nyomoznak, hogy mi az oka, az 53 éves az valami török hátterű volt, soha nem mondják, hogy migrációs, csak sejteni lehet. És hát most az a következménye, tehát erről van szó, hogy meg kell tiltani, hogy éjszaka fegyvert viseljenek. Tehát mondjuk van egy rendőri igazoltatás, és akkor igazoltatnak a pályaudvaron valakit 11-kor, és hogyha van nála egy bicska, akkor az bűntény, vagy elkobozzák. Most azt nem tudom, hogy ez érvényes a rendőrökre is, mert gondold azt el, hogy ha hoznak egy ilyet, mert hogy a kiegyensúlyozottság, el tudom képzelni, tehát a németek annyira meghűültek már, hogy bármit el tudok képzelni. Térjünk vissza a választásokra, jó? Tehát itt szavazni fognak a népek, és hogy mi lesz. Tehát ezt mindenki ezt kérdezi, hogy mi lesz. Mert ahogy 2019-ben, most is valószínűleg ki fogják jelenteni, hogy az AfD-vel nem. Na most az a párt, amelyik a legtöbb szavazatot kapta, és a választóktól a legnagyobb felhatalmazást, az a párt, azzal a párttal nem állnak szóba. Én emlékszem még olyanra, hogy nem, hogy nem álltak szóba, megválasztották a képviselőt, ott volt a képviselő, és oda ment a képviselő társaihoz az AfD-s képviselő, hogy mit tudom én, bemutatkozom, vagy kezet fogjon, vagy akármi, és elfordultak tőle. Tehát el tudod ezt képzelni, hogy itt nálunk mondjuk a parlamentben bejut a Tisza párt, hogy akkor a Fidesz képviselők nem jattolnak le velük? Hogy faképnél hagyják őket. Tehát van egy, amit játszunk a médiának, ugye? De hát ezek kollégák ott, és nem. Na most itt ezzel a 30%-kal az AfD mit kezd? Mert hogy a CDU is följött. Tehát a CDU ezekben a tartományokban igen alacsony volt, tehát ilyen 15-20-22%. Most 30%-on áll a CDU, tehát úgy néz ki a paletta, hogy egyharmad a CDU-nak, ugye ezek a kereszténydemokrata, keresztény-szocialista koalíció, egyharmad az AfD-nek, és hát bizony egy olyan 20-18-20% pedig ennek az új pártnak, ami
ha mi a saját fülünkkel hallanánk magyarul, amit ez jelent, ez Sára Wagenknechtnek a szövetsége. Tehát ez a párt neve BSV, és ez olyan, mintha lenne egy olyan párt, most nem akarok senkit személyesen, Kovács István pártja. Ugye? Tehát, vagy Kovács István a szövetségesek, ez remélem, hogy senki nem érzi magát megszólítva. Ő januárban lépett ki a Linkétől, 30 éven keresztül a Linke politikusa volt, elkötelezett baloldali, egyébként nagyon hiteles, jó fellépés, jó beszédű, és hitelesnek tűnő politikus, legalább annyira nem szeretik a Bundestagban, mint ahogy Alice Weidelt, az AfD-nek a frakció vezetőjét nem szeretik, mert okos, mert azért határozott, megmondja a véleményét. Na ő a nulláról, január óta fölment, megmondom, Türingiában például 18-19%-on áll. De ahogy ő fölment, mert megnéztem, hogy honnan, tehát honnan kerültek elő ezek a választók. És ezek a választók, ezek nem a jobb oldalról mentek el, hanem a bal oldalról mentek el. Például a Linkének az a nagy támogatottsága, az nagyon-nagyon lecsökkent. Például Türingiában lecsökkent a felére. Ugyanígy lecsökkent Szászországban is a felére. Tehát, hogy egyszerűen a Linkétől, ugyanúgy, mint ahogy Sára Wagenknecht kivált a Linkétől, ugyanúgy egy csomó szavazója követte őt oda. És hát bizony a kormánypártoktól is veszel szavazatokat, bár szerintem a kormánypártoktól a szavazatok inkább az AfD-re és a CDU felé mennek. Na most a kormánypártok, ez amit úgy hívnak, hogy Ampel vagy jelzőlámpa koalíció. Hát, hogyha most lennének a választások, akkor például a szabaddemokraták nem jutnának be, nem is jutnak be, tehát nem is indulnak, Sachsenba, Türingiában két helyen nem indulnak, vagy nem érik el a küszöböt, vagy nem is tudnak indítani képviselőjelöltet, és hát a grüne, azaz a zöldek is nagyon megcsappantak. És a saját méretéhez képest pedig a szocialisták is megcsappantak, oly nagyon, hogy most ezeknek tehát a kormánypártoknak együttesen, hadd adjam össze, bocsánatot kérek, hogyha nem vagyok olyan gyors a matematikában, de hát olyan körülbelül 20-valahány százalékra hármójuknak akkora támogatottsága. Na most ez az egy negyednyi támogatottság vezet irányítja Németországot. Én úgy gondolom, hogy a választások után patthelyzet lesz ezekben a tartományokban. Vagy pedig az lesz, hogy a CDU például dönt, és akkor azt mondja, hogy a bal oldallal összeáll, de a jobb oldallal nem. Tehát itt mindenképpen, tehát most azt mondom, hogy középen van a CDU, jobbra az AfD, balra a Wagenknecht, a többi párt az alig osztoroz, mondjuk a szocialisták 6-8%-on, tehát nem több, hogy akkor most mi lesz? Tehát valakivel, a CDU-nak koalíciót kell kötnie, szövetséget kell kötnie, és akkor kivel fog, mert hogyha a Wagenknechttel, akkor elkötelezte magát a baloldal mellett, mert egyelőre a Wagenknecht ugye a szocialistáktól, meg a zöldektől is balabbra áll, tehát azt mondhatnám, hogy ő a szélső bal. Hát ha az AfD szélső jobb, akkor a Wagenknecht szélső bal. Na most majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én nagyon kíváncsi vagyok. Lesz egy eredmény, várom majd az eredményt, és kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak majd a nagy német elemzők erre, mert tényleg úgy gondolom, hogy ez egy patthelyzet, és ezt majd meg kell oldani. Tehát a választások során, vagy a választások végeredményével, mi csak a végeredményt fogjuk látni, hogy hány hónapig fog tartani, amíg mindenféle alkuk árán majd összeáll valami, de az elképzelhetetlen, hogy az AfD ugye önmagában, tehát annyit nem fog elérni, hogy még egy kisebbségi kormányzása is alkalmas legyen. És egy mondatot még ehhez a történethez, hogy ott volt a Hans-Georg Maaßen, aki egy pártot alapított, szintén januárban,
ő valahogy sehol nincs. Tehát ez a Verte Unión, ami a CDU-ból, a kereszténydemokratáktól vált ki, és úgy nézett ki, hogy na ez lesz az a párt, aki a jobb középen fog elhelyezkedni, és akkor ez egy olyan választható párt lesz a keresztény konzervatív érzésű, de nem szélsőséges németeknek. És Maaßen pártja sehol nincs, nem is mérik. Tehát van bejegyzett párt, de olyan minimális a támogatottsága, hogy nem mérik. Pedig ez a Maaßen azt mondta, hogy ha ő itt a tartományi parlamentbe bekerül, akkor ő hajlandó az AfD-vel szövetséget kötni. Most nem tudom, hogy ez lett a probléma, vagy egyszerűen az, hogy nem jól nem jókor, nem jó helyen és nem megfelelően tálalta az ő politikai krédóját, mert látod, hogy egy időben indultak a Wagenknechttel és a Wagenknecht szárnya, tehát a nulláról Bund szinten is 8%-on van. Itt meg 18-on. Ez a tartományi választás egyébként, hogy most itt az eredményt latolgattad az elmúlt percekben, egyébként bármit mutat arra, hogy milyen lehet majd a nagy választás, mert egyébként az sincs olyan messze. Persze, mindenképpen. Én tulajdonképpen néha az az érzésem, hogy ezek az elszór tartományi választások, mert ugye a 4 éves ciklusonként van a szövetségi, tehát a Bundestag választás, és közben vannak elszórva, tehát minden évben van 3-4 tartományi választás, hogy a tartományi választások eredményei azok egy ilyen jó szondázás, tehát megmutatja, hogy hogyan áll a politika, mit kell a nagy politikába változtatni, hogy mire van szükség. Ilyenkor megjelennek a program, ugye a pártprogram, ami azért nagyon érdekes, mert átolvastam a pártprogramokat, és ugye a Wagenknechtnek a pártprogramja az olyan, hogy az egész Németországnak szól. Neki muszáj ezt, mert hogy ismerjék meg őt, nem tudom én, Észak-Rajna-Vesztfáliában is, ne csak itt a kelet-német tartományokban. Tehát az ő pártprogramja az Németországnak a problémáival foglalkozik. Ezzel szemben a szocialistáké, akik rendkívül nehéz helyzetben vannak, ugye, mert hát végül is a szocialistáknak a csúcsjelöltje, Scholz úr, Olaf Scholz, ő a kancellár, és hát gyakorlatilag ő a felelős azért, ha azt néz, egy személy felelős, hogy Németország így ássa be magát az agyagba. Tehát ezért szabad nekem ilyeneket mondani? Szabad, persze. Én nekem szabad, mert én nem vagyok politikus. Olaf Scholzról még én is szeretnék majd beszélni. Ja, jó, rendben van. Tehát most egyelőre ásó van a kezébe, és egy szocialista jelöltnek a tartományi választáson ott a borzasztóan nehéz dolga van, mert ő neki el kell határolódnia az országos politikától, és kell valami olyan programot összeállítani, ami annak a közösségnek szól, hogy azt a közösséget, amiben él, megszólítsa, de akkor ez azt jelenti, hogy el is határolódtam attól a pártól, amihez tartozom. Mert nem tudom vállalni, nem tudom fölvállalni, mert abban a pillanatban, hogyha fölvállalom, akkor még kevesebben fognak rám szavazni. Egyébként még egy ilyen, hogy belelássunk a német világba. Tehát holnap Türingia lesz napirenden, egy héttel ezelőtt pénteken a reggeli hírműsor, magazinműsorban Szászország volt. És akkor az azt jelenti, hogy meghívják az ottani pártoknak a csúcs jelöltjeit egy ilyen reggeli kávézásra, minden órába egyet, és akkor ott megvannak hívva emberek is, akik tapsolnak, vagy nem tudom én, örülnek. És a múlt héten a szászországiak voltak. Az AfD-vel kezdték, ugye, mert ők állnak ott a legmagasabban, és akkor reggel 7 órakor a közszolgálati televíziónak a riportere vagy műsorvezetője, az egész mimikája, a gesztusai olyan elutasító volt. Tudod, amikor veled beszélgetek, látom rajtad az érdeklődést, meg ilyen pozitív emóciókat. Na most úgy képzeld el, hogy ilyen negatív jönne, ilyen elutasítás. Tehát, hogy lehet látni a riporteren,
hogy ő ezt az embert, ezt legszívesebben innen kizavarna, ez neki, vagy neki az a feladata, hogy mindenképpen rossz színbe állítsa föl, beszél a miniszterelnök jelölt, belevág a mondatába, de olyan szinten többször, hogy annak azt kell mondania, hogy hagyjam, engedje meg már, hogy elmondjam, amit akarok. Úgy mutatja be, hogy Oroszországba tanult, orosz felesége van, maga jól tud oroszul. Na most ma Németországban az orosz, az ugyanolyan szitok szónak, megbélyegzésnek számít, ha valakinek orosz kapcsolatai vannak, mint hogyha azt mondanád, hogy náci. Na most ez egy dupla csavar, ott van az AfD, ami náci, fasiszta párt, és akkor annak a vezetője az ráadásul egy orosz. Tehát ami negatív konnotációjú, az ott mind össze van húzva egybe. És akkor olyanokat csinálnak, hogy van-e kampány, kérdezted. Weimarba, ugye Türingiának a legdíszesebb, tehát hogy mondjam, a kultúra szempontjából legdíszesebb városa, Goethe, Schiller oda kapcsolódik, hogy csak a nagyokat, Herdert mondjam, vagy Liszt Ferenc, tehát tényleg. Ott most egy kulturális fesztivál indult tegnap, aminek az a címe, hogy miért harcolunk, tehát minden fesztiválnak kell nevet adni, pontosan a választásokig tart, és addig a balos ideológiát nyomják minden szinten, művészi fesztivál, tehát kiállítás lesz, koncert lesz, meg minden lesz, de olyan körítéssel és olyan környezetbe, amiben folyamatosan az jön ki, hogy nem szabad választanunk a nácikat, a fasisztákat, az orosz pártiakat. Holott, ha a német közvéleményt nézed, ami nem nevesített, hanem egy massza, akkor azt látod, hogy a magyar politikának nagy támogatói békét szeretnének, pontosan ezért, mert a magyar politika az, ami a béke érdekében tevékenykedik, és ők is azt szeretnék. Hát olyanokat olvasok már, hogy az már hagyjam, hogy Orbán legyen a kancellár, hanem Nobel-díjat is, békedíjat adjanak neki, mert ő az egyetlen egy politikus, aki értünk van, nem csak a magyarokért, hanem most már a németekért is, megmondtad, menjünk tovább egész Európáért. Hát szerintem hagyjuk meg itt az országon belül a miniszterelnököt, hát hogy itt jobb helye van, de viszont még mindenképpen akartalak kérdezni itt az ukrajnai támogatásról és nem támogatásról, mert az elmúlt napokban ezzel kapcsolatban egyébként egymásnak ellentmondó hírek is érkeztek. Végigfutott a magyar médián is, de nem csak itt nálunk, hanem a külföldi médián is, hogy Németország nem akarja tovább támogatni ilyen ütemben egyébként Ukrajnát, hanem vissza fog ebből venni, vissza fog lépni, és abba fogja hagyni ezt. Erre Olaf Scholz elment Moldovába, és találkozott a moldovai elnökkel, Maia Sanduval, ahol pedig kifejez azt a mondatot mondta el, hogy ők mindvégig támogatják Ukrajnát, sőt, ők lesznek azok, akik az Európai Unión belül a leginkább fogják támogatni Ukrajnát, és egyébként Moldovát is ugye a csatlakozás érdekében, illetve nagyon figyelik a Kurszki eseményeket is, és rajta tartják a szemüket azon, hogy mi történik. Na, ilyenkor mi történik, amikor azt mondják, hogy nem támogatjuk tovább, mert hogy egyébként akár a gazdaság nem bírja már ezt elviselni, stb. És akkor Olaf Scholz pár nappal később felébred, és elmondja ennek az ellenkezőjét, vagy ezt akkor hogy értsük? Hát sokféleképpen lehet érteni, ugye Olaf Scholznál nem az első eset, hogy más mond egyszer, és aztán pár nap múlva megint mást, itt pontosan Ukrajnával kapcsolatban, mert lehet, hogy van neki saját véleménye, és először a saját véleményét mondja el, és aztán utána rákoppintanak a fejére, hogy hát te ezt hogy gondolod, és hát ez egy távolról jövő koppintás, de azért eléggé megkopogtatja a fejét, itt az amerikai befolyásra utalok. Tehát nem mer. És abban a pillanatban megváltozik ez az egész trend, és akkor azt mondja, hogy én is elolvastam, amit mondasz. A háttérben az van, hogy most zajlik a költségvetési, a jövő évi költségvetési vita a Bundestagban. Különböző bizottságok vannak, ugyanúgy, mint nálunk, van a pénzügyi bizottság, meg van a honvédelmi bizottság, meg nem tudom én. Ezek egymásra mutogatnak, és akkor vannak a csúcspolitikusok, tehát a pártoknak a szóvivői, meg a nagyhangúak, akik meg ott ülnek benne a kék párnázott székeken a Bundestagban. Ez úgy néz ki, hogy
előre gondolkodtak Ukrajna támogatásáról. Tehát ebben az évben még 8 milliárd euró, ami a német költségvetésből oda megy. A jövő évre ez 4 milliárd euró, tehát a felére csökken, és 2026-ra pedig, és ezt mondta a Scholz, hogy meg fog szűnni Ukrajna támogatása. Tehát Németország ezt nem fogja tudni már finanszírozni. Most ebbe azt is mondhattam, hogy lehet, hogy benne van, hogy Scholz mennyire előrelátó, nem a, hogy tudja finanszírozni vagy sem, hanem egy következő kormányra nem akar ilyen terhet hagyni, mert ugye ez a kormány, ez 25 végéig van, tehát 26-tól új kormánya van Németországnak. De itt nem erről van szó, hanem arról, hogy nem mernek egyedül dönteni. Állítólag ezt a 8 milliárdot, ami erre az évre van, még ezt sem költötték el, mert az elköltés az arról szól, hogy fegyvereket adnak ebben az értékben Ukrajnának. Tehát kell, hogy megjöjjön a megrendelés, és akkor ebből a félretett összegből finanszírozzák ezt, de ezt a pénzt akarják az újjáépítésre is, amiről pillanatilag még nincsen szó, és hát Németországnak diplomáciailag is támogatnia kellene Ukrajnát. Na most diplomáciai támogatás az a nullával egyenértékű, mert gyakorlatilag Orbán Viktornak ez a világot körbe járó missziója, ez nem az ő feladata lett volna, hanem vagy a, hogy hívják a külügyi tárgyalóját az EU-nak, ez az idős úriember. Josep Borrell. A Borrell, tehát Borrellnak kellett volna, és miután Németország a vezető hatalma az Európai Uniónak, Annalena Baerbocknak, aki mindent csinál, csak ezt nem, tehát ő az, aki aztán abszolút alkalmatlan a munkájára. Helyette most egyébként jelentek meg ilyen német podcastok a YouTube-on, ami arról szól, hogy hát az Orbán végzi el a Baerbocknak a munkáját. De visszatérve a pénzekre. Tehát a német költségvetés soha nem volt, tehát tavaly is ezt mondtam, ugye az idei költségvetést, amit tavaly kellett volna elfogadni, azt valamikor idén februárban fogadták el, mert egyszerre nem tudták összerakni a költségvetést, annyi luk van. Most próbálják a jövő évi költségvetést, ott pillanatilag 12 milliárd euró luk van a jövő évi költségvetésben, amit valahonnan meg kell spórolni. Na most, hát honnan spórolnak? Innen elvesznek, onnan elvesznek, de az ukránoknak szánt pénzből nem lehet elvenni. A Scholz megpróbálta, azt mondta, hogy hát nem adunk. Volt az egyik ilyen cikkhez, már nem is tudom melyik újságban, német újságban, egy ilyen, amikor azt kérdezik a nézőktől, tudod, ilyen barométerszerű, hogy egyetérte azzal, amit mondott, igen, nem, és itt az egyetértés az arról volt, hogy igazat adunk-e Scholznak, hogy ki akar, hogy retirálni akar ebből a ukrán támogatási csapdából, és hát a válaszadóknak a 65%-a egyetértett vele. Tehát ellene ilyen minimálisan voltak. Akik ellene vannak, például a zöldek, a zöldeknek az egyik vezetője, az Eckhard Göring, azt mondta, hogy Németországnak elemi érdeke Ukrajna pénzzel való támogatása, mert Ukrajnának le kell győznie Putyint. Na most ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy pénzzel még senkit nem lehetett legyőzni, pénzzel legfőjebb megvesztegetni lehet, és azt, hogy legyőzni Putyint azzal a pénzzel, amit adunk, kihagyja az életét hozzá. Most visszatérve még a pénzügyi dologhoz, lehet, hogy azért volt egyébként a Scholz ilyen bizonytalan, mert az egyik NATO csúcson, azt hiszem Olaszországban volt valamikor a nyáron, tehát nem a Washingtonin, ott megállapodtak abba, hogy a NATO, azt hiszem a NATO, vagy a G7-ek állapodtak, G7-ek, nem a NATO, a G7-ek állapodtak meg, tehát minden esetre a nagyok megállapodtak, hogy 50 milliárd euróval, dollárral, 50 milliárd dollárral támogatják Ukrajnát. De ezt az 50 milliárdot azt hiszem Amerika adja, tehát ez egy nagyon ravasz konstrukció, és ez egy hitel. A hitelnek a kamatait, ez biztos már más is mondta neked, és lehet, hogy jobban tudod, mint én, de ennek a hitelnek a kamatait
ezt az elkobzott orosz vagyonból akarják fedezni. Na most ebben a pillanatban az ember arra gondol, hogy oké, akkor ez egy más topf lesz, ahogy a német mondja, mi mindig forrást mondunk, ez egy ilyen érdekes gondolkodásbeli különbség. A német meg topfot mond, az fazekat, tehát nekik ott a fazekakból ott a pénz, és egyikből rakják a másikba, mi meg megyünk a forráshoz, és várjuk, hogy folyamatosan jön, igaz? Igen, ez a gondolkodásmód. Szóval a lényeg az, hogy az az 50 milliárd, az akkor is ott van ez a hitel. Ez egy örök hitel, ez egy ilyen sorosféle örök hitel, és viszont abban a pillanatban, hogyha véget ér a háború, és akkor születik valami megállapodás, például az, hogy az oroszoknak vissza kell adni a befagyasztott vagyont, ugye, ami nyugaton levő, mert az is a béke megállapodásnak egy pontja. És akkor megszűnik az a fedezet, amiből a kamatokat az Európai Unió fizeti. Mert ugye úgy van, hogy Amerika adja a pénzt, a Európa fizeti a kamatot. És akkor azt miből fogják? Tehát arra megint valamit hozni kellene. És hogyha azt kérdezed, hogy hogy támogatja a Németország Ukrajnát, hát nem csak azzal a pénzzel, amit a költségvetésében különít el Ukrajna számára, hanem azzal a pénzzel, amit ő befizet az Európai Unióba. Tehát az Európai Unió úgynevezett békekerete, amivel az ukrajnai háborút finanszírozza, annak a nagy része a nettó német befizetésből tevődik össze. Egyszer majd lesz talán olyan ember, aki összeadja, hogy akár a németek, akár Európa igazából nettóba. Tehát nem az érdekel, hogy most akkor ezt adták, azt visszakapják, hanem hogy mennyibe került valójában ez a háború, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon durva számokat fogunk látni. Ha kiderülnek ezek a számok, és nyilvánosságra kerülnek. De egyébként ott vannak a magyar befagyasztott pénzek, abból biztos, hogy valamennyit lehet állni. Hát de az is pénz, érted? Tehát itt arról van szó, hogy honnan, tehát, hogy, és akkor mi mennyi? Tehát mennyit kapott Ukrajna az elmúlt 2,5 évben? És hol vannak egyébként ugye azok a pénzek, mert folyamatosak a korrupciós botrányok egyébként Ukrajnában a mai napig, tehát most is voltak hírek, hogy toborzó irodákban, kötekben álltak. A 6 akkora összeg, olyan brutális összeg, ami így ember számára... Persze, hát megvásárolhatod a mentességedet, ugye, és ezáltal az életedet. Nem tudom, tehát én nagyon most akarok írni erről, mert az én, hogy mondja, morálommal, vagy hozzáállásommal elfogadhatatlan az, hogy most Ukrajna megsértette Oroszország területi integritását. Tehát ugyanazt csinálta, amit 2,5 évvel ezelőtt az oroszok, hogy megsértették Ukrajna területi integritását. És nem ítéli el őket senki. Sőt, azt mondják, hogy ez kell hozzá, hogy Oroszországot legyőzzék. Tehát pedig az történik, a háború, ugye ez a honvédő háború, ez a határig tart. Tehát ezt akarjuk megvédeni, hogy ezt az oroszok ne vegyék el tőlünk, stb. És akkor bemegyünk orosz területre, és azt csináljuk, amit az oroszok csinálnak nálunk. Itt most ez nem ilyen adókapok, hocinesze, ezek erkölcsi kérdések, hogy Európa ehhez asszisztál. Európa nem mondja azt, hogy te ezt ne csináld már, Zelenszkij, mert hogy ez már sérti a nemzetközi jogot, mert ez ugyanúgy sérti a nemzetközi jogot, mint az, amikor, ez az én felfogásom szerint. Vagy hát távolít a békétől, mert ugye... Hát az így... meg a másik, az meg a másik, a harmadik pedig ez a zsaroló potenciál, ami az egészben benne rejlik, mert hogy azzal, hogy most a gázelosztó csapját megkaparintották, ugye azt akkor nyitják, és akkor zárják, amikor akarják, és hogyha nem kapnak fegyvert, meg nem kapnak pénzt a naív nyugattól, abban a pillanatban fordítanak egyet a csapon. Nem túl szép végszó. Nem, maradjunk a forrásnál. Így van. Nagyon szépen köszönöm Rabirénnek, hogy eljött az Ungarnál, főszerkesztőjét hallották. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.